Szia! A 47. hangdalaadást látod. A címe az, hogy miben más a hangdala. Az előbbit improvizáltam, most volt a hangdalainek tanfolyam második gyakorló napja, a vasárnapi nap, és remekül éreztük magunkat, rengeteget muzsikáltunk, és rengeteget improvizáltunk. Egyre többet improvizálunk a hangdalainek tanfolyamon. De most amit ki akarok emelni, hogy miben más a hangdala, az például abban, ezt nem nagyon találkoztam ilyennel, tehát hogy itt, amit tanulunk, annak alapja a kozmosz megfigyelése. Tehát az, hogy hogyan működik valójában a világegyetem. Nem az, hogy mit gondolunk róla, vagy milyen elméleteket építettünk fel róla. Ugyanis az elméletekkel sokszor az a baj, és itt még az euklidészi geometria is beletartozik az elméletek világába, vagy minden olyan, ami a valóságban nem megfigyelhető. Ami nagyon jól használható rajzpapíron, mérnöki munkában, stb. De a valóság nem úgy működik. Például, hogyha azt mondom, hogy védj egy pontot. A valóságban nem létezik olyan, hogy pont. Tehát a pont az egy kitalált, fiktív dolog. Nincs olyan, hogy pont a valóság. Vagy veszel egy hidrogénatomot, vagy egy részecskét, az se pont, hanem egy erőtér. Semmiképp se pont. Nincs határa, erőtér, kiterjedése van. Lehet, hogy messziről kicsinek tűnik, de az attól még nem pont, hanem mondjuk inkább az egy folt, egy erőtér folt. Tehát az, hogy valahol van egy pont, ez teljesen fiktív dolog, ez pusztán elméletben létezik. Kijelölhetünk egy pontot valahol, de a valóságban az nem létezik. Tudnék több, rengeteg ilyen példát hozni. Hogyha a természetet megnézzük, és az éneklés is valahol ugye a testünkkel történik, tehát a természetnek érdemes részt venni benne. Tehát a természetben nem elméletileg létező dolgok vannak, hanem valóságban létező dolgok, és az éneklésben is akkor járunk jól, hogyha olyan dolgokat, olyan mozgásokra, cselekvésre alapozzuk az éneklést, ami a természetben létezik. Én például leggyakrabban a vizet szoktam felhozni, mint példát, hogy légy olyan, mint a víz, mozogj, cselekedj úgy, mint a víz, énekelj úgy, mint a víz. Tehát elhagyjuk a puszta absztrakción alapuló, a valóságban nem létező ideákat, mert azokat a természet nem követi, tojik magasról arra, hogy mit gondolunk elméletileg, és soha nem fogja ezeket követni. A hangdalában a másik gondolat, hogy nem tekintélyelvű az oktatás. Tehát nem az, hogy azért csináld így, mert így van, mert én mondom, mert én vagyok a tekintély. Nincs ilyen, hogy tekintély. Gyakorlatilag tapasztalás van. Tehát amikor én valamit javaslok egy növendéknek, hogy valamit próbáljon ki, vagy valamit tegyen, olyankor tapasztalásra hívom fel. Tehát mondom, hogy próbáld ki így. Kipróbálja. És neki kell eldöntenie, hogy ez most tetszik neki az eredmény, jobban közelít-e az elképzeléséhez, vagy nem. Tehát ez így nem tekintélyelvűségen alapszik, hanem mindvégig a növendéknek megvan hagyva a saját döntés lehetősége. Ez nagyon fontos. A tanítványok mindvégig bátorítást kapnak arra, hogy kövessék a belső iránytűjüket, döntéseket hozhassanak, hogy feljogosítva, felhatalmazva érezzék magukat arra, hogy dönthessenek, és így tulajdonképpen egyre inkább megtalálják önmagukat, mert azért az életben, ha belegondolsz, nem olyan nevelést kaptunk, ahol erre voltunk bátorítva. A hangdalában nem fukarkodunk az elismeréssel, a bátorítással. Nem azért, hogy elvakítsuk a másik embert hamis dicséretekkel, hanem ha valamit jobban csinál, valamit megtalál, akkor érdemes elismerni és megtanítani neki, hogy ő maga is elismerheti saját magát. Ha kritikát kell mondanunk, akkor pedig nem a kritika a lényeg, hanem tulajdonképpen egy tapasztalási lehetőséget ajánlunk fel ítélkező kritika helyett. Tehát, hogy próbáltad-e már így, vagy mit szólnál ahhoz, ha ezt megpróbálnád, vagy hogy így mozogsz, vagy így veszed a levegőt, vagy ilyesmi, nézd meg, hogy akkor mi történik. Azért, hogy ő maga dönthessen. Így a kritikát nagyszerűen lehet helyettesíteni tapasztalásra, felhívással tulajdonképpen, és ez meghagyja a másik ember méltóságát, örömteli hozzáállását, a fejlődésbe vetett hitét, és az önbecsülését is tulajdonképpen növeli. És ezáltal
azáltal, hogy döntéseket hozhatunk, megfigyeléseket tehetünk, nem csak a tanár, hanem a tanítvány is, ezáltal megtanulunk a belső iránytünkre hallgatni, megtanuljuk a belső vezetést megbecsülni, megtalálni, és ez pedig tényleg visszavezet minket önmagunkhoz, illetve elvezet minket az ihlet forrásához. Tehát itt nagyon fontos, hogy az érzéseinkkel együtt dolgozunk, mert honnét tudod, hogy mi az ihlet, hogyha nem vagy közel az érzéseidhez. Ehhez neked lehetőségednek kell lenni, szabadságodban kell lenni, hogy érezd az érzéseidet, és csak úgy tudod ezt a belső iránytűt követni, és ha követed a belső iránytűt, akkor azt fogod észrevenni, hogy egyre intuitívabb leszel, egyre több ihlet áll rendelkezésedre, már akkor, hogyha helyet adsz neki. És ebben is ugye a hangdala módszer, tehát egyfajta módon megtanít a figyelem és az odaadás és a várakozás teli figyelem állapotára, ahol be tud jönni az ihlet az életünkbe. Konkrét gyakorlatokat végzünk ebbe az irányba. Tulajdonképpen úgy fogalmazok, hogy mindig kilépünk az alkotás folyamatában a balagyféltek is cselekvésmódból, és átlépünk egy jobbagyféltek is cselekvésmódba. És visszakanyarodva ennek a kis mini beszédnek az elejére, tehát a jobbagyféltek is üzemmódban te feltétlenül a természetnek megfelelő mozgásokat és a természetnek megfelelő működésmódokat fogod csinálni, mert jobbagyféltek is állapotodban te a természetnek megfelelően működsz. Ehhez kívánok neked sok sikert, sok szerencsét. Szeretettel várlak a hangdalaének tanfolyamon. Most is volt egy nagyon sikeres hangdalaének tanfolyam, nagyon élveztük, és szeretettel várlak a magánének órákon is. Remélem, hamarosan látjuk egymást. Szia, Fekete Kis Sándor vagyok a hangdalából. A weboldal címe hangdala.hu. Isten áldjon!